Család szerintem az élet értelme. Akár a feleségünkről van szó, meg főleg a gyermekünkről. Tehát itt kompromisszum nem lehet, hogy na mostan én szeretem ezt vagy azt, mert mind a kettőt kell szeretni. A szeretet az talán a legfontosabb tulajdonság az ember életében. Anélkül nem is lehet talán élni. A családon belül természetes dolog, hogy szeretik egymást az emberek, az együttélők. Tehát ez annyira egyértelmű, főleg nekünk keresztény embereknek, hogy a család szeretet. De a család a társadalom alappillére is. Tehát ha nem szeretem a családomat, akkor nem szeretem a társadalmat, nem szeretem az embertársaimat. De ez nem csak a szóba kell kifejezni, a tevékenységünkben, a munkánkban is. Tehát a gyerekeimet jóra kell tanítani, anyagilag, viszonylag, a körülményeinktől függően támogassuk őket. Kicsi gyerekektől, abba a kortól még el nem érik azt a szintet, hogy önellátóak legyenek. És ők is családot tudjanak alapítani. Tehát a szülőnek nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg is, szellemileg is példamutatónak kell lenni. Ha gyerekeitek lesznek, ők majd a példátokat fogják követni, és úgy éljétek az életeteket, hogy ne legyen mit szégyelnetek a gyerekeitektől. Én nagyon kívánom azt, hogy boldogsággal éljétek meg a házas életet, vagy akár csak az együttlétet, akármilyen együttlétet. Tiszteljétek egymást, és csak a szeretet az, ami a legfontosabb. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.